Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat. Olán Izsáki Csillával beszélgetünk, a Móra iskola vezetőivel, igazgatójával. Az iskolának van egy alapítványa, amely a közeljövőben egy jótékonysági koncertet szervez. Miről szól majd ez a koncert? Mi lenne a célja? Iskolánk alapítványa a szakképzésért alapítvány. Vállalta fel ezt a koncertet. Van egy tanulónk, Trajc Bálint, és ő vár egy ortopédiai műtétre, mely műtétet Barcelonában tudják elvégezni, és pénzbe kerül. A szülők nem kérték a segítségünket, mi viszont úgy gondoltuk, hogy próbáljunk egy pici támogatást adni nekik, és eszünkbe jutott, hogy tavaly az Anettér is a süteménynap milyen jól sikerült, és ennek a mintájára találtuk ki, hogy akkor mi egy hangversenyt rendezünk, és a bevételét ajánljuk fel a szülőknek, és ezt a szülők elfogadták. Ki mindenki érkezik majd, az előadó művészekre gondolok erre a koncertre? A legnagyobb név Rost Andrea operaénekes, azt gondolom, hogy őt nem kell bemutatni. Amit viszont talán kevesebben tudnak róla, hogy ő nagyon sokat jótékonykodik, és a Pető Intézetnek is a nagykövete. Ott is szokott jótékonyságból hangversenyeket szervezni, és az ottani művészi képzést támogatni ezzel. És őt pedig a másik nagyon neves művész hívta meg. Igazából így jutottunk el ő hozzá, ő pedig Lakatos György, fagott művész, Operaház Zeneakadémiának az első fagottosa, ottani fagottan székvezetője, és ő is amellett, hogy különböző díjaknak a birtokosa. Én azt gondolom érdemes megemlíteni, hogy létrehívta a Kékmadár Egyesületet, amely szintén jótékonysági koncerteket szokott szervezni fogyatékos vagy rászoruló gyerekek javára. Lehet tudni, hogy Bálintnak milyen betegsége van, amin segíteni szeretnétek? Ő halmozottan sérült 12 éves kisfiú, most már 6. éve iskolánk tanulója, és értelmi sérült, mozgássérült, beszédsérült, látása, már több agyi műtéten átesett, sönt műtéten, és helyváltoztató mozgásra csak mászással képes, tehát fölállni nem tud. És pontosan ezt várják a szülők a műtéttől, hogy egy kicsit oldódik neki a izmaiban levő görcs, spazmus, mert ez a műtét az inak bemetszéséből áll, pici kis V alakú bemetszéseket, és akkor jobb lesz neki a testtartása, a belső szervek egy kicsit fölszabadulnak, jobb oxigén ellátás, és már föl tud állni. Vagy elérjük ezzel a műtéttel, hogy egyenes lesz a lába, akkor már megkísérelhető az, hogy megtanítjuk állásra, akkor kitárul a világ, a kognitív képességei is javulnak, kényelmesebb lesz a gerinc ferdülése. Most ez kimondottan a mozgás állapotára irányul a műtét, az a most a legnagyobb problémája, és akkor ezen keresztül javulnak az egyéb képességei is. Mi hogy tudunk segíteni azzal, hogy elmegyünk a koncertre? Mivel hogy ez egy jótékonysági koncert, a belépők megvásárlásával 3000 forintban határozta meg az alapítványa a belépőjegy árát. Én azt gondolom, hogy ez egy méltányos ár, és két oldalú, tehát minden zene szerető embert szívesen várunk, látunk erre, hiszen ha belegondolunk, hogy akkor nem kell zeneakadémiára elutazni, és akkor sem biztos, hogy a két művésszel éppen találkozunk, hanem itt városunkban ennek helyt tudunk adni. Tehát kínálunk egy minőségi zenei élményt, és amellett minden jótékonykodni vágyó embernek is azt gondolom, és beillik ezt a nagy hétnek a lelkiségébe, jó érzése tölt el, hogy segíthet egy rászoruló gyermeken ezáltal, hogy belépőjegyet vásárol, vagy ha nem szeretne eljönni, vagy nem tud eljönni, lehetőség van támogató jegyek vásárlására is 1000 forint értékben, vagy 5000 forint értékben, vagy ha több pénzzel szeretne ezt megtöbbszörözni, de a számlaszámunk is a plakátokon megtekinthető, át lehet utalni Bálint jelikével, és akkor az intézményünk egy az egybe a szülőknek utalja át az így befolyt összege. Mikor és hol kerül sor majd a koncertre?
április 5-én, szerdai napon délután 5 órakor a Jókai moziban, és úgy tervezzük, hogy körülbelül egy másfél órás, abból egy óra a kimondott zenei élmény, a Lakatos művész úr fogja ismertetni a zeneműveket, fogunk Bálintról és egy kicsit mondani. Tehát a Jókai moziban április 5-én. A rendezvénnyel kapcsolatban tudnak-e valahol érdeklődni, hol tudnak jegyeket vásárolni, illetve ha valaki szeretne segíteni Bálintnak, akkor hol tudja fölvenni a kapcsolatot az alapítvánnyal? Plakátokat helyeztünk ki a városban sok helyen, és a kollégák meg az ismerősök Facebookon ezt már körülbelül 2 hete osztják is, és azon a számlaszámunk is szerepel, és az alapítvány kuratóriumának az elnökének a elérhetősége iskolánk Facebook oldalán. Itt lehet érdeklődni, iskolánk telefonszámán is nagyon szívesen adunk felvilágosítást. A jegyek jelenleg 2 helyen vásárolhatók, a körforgalomnál levő Adidas bolt, a Talanta sportboltban árulják, illetve az iskolánkba is egyik kolléganő, aki ezzel foglalkozik. A koncertnapja még odébb van ugyan, viszont már most érezhető a Komáromi a közti összefogás Bálintért. Igen, úgy veszem észre, hogy megmozdult a város ismét, és a jó emberek összefogtak, hogy ezt a koncertet méltóképpen meg tudjuk rendezni, azért a mi akaratunkon kívül egyéb is szükséges hozzá, így például a művészeknek a vendéglátása, mert úgy gondoljuk, hogy ha ide érkeznek délután 2-3-kor megzenélnek, akkor illő őket valamivel megkínálni. Az Aranytár étterem biztosította ingyen vérmentve a terítéket, a hidegtálakat, Molnár cukrászda süteményt. Még esetleg, ha van olyan lelkes támogató, aki fel tudna ajánlani dekorációt, vagy innivalót, vagy egy-egy szál virágot a művészeknek, azt még nagyon megköszönnénk.